Elég gyorsan terjed. Gyerekek, 2 éve értesültünk, aludtunk arról, hogy lenti környékén már van, és kivágások is történtek, és 2 év alatt ide ért Cserfő egyre. Hát én remélem, és mondom, 10 km ide Cserfő, meg jó északi szél, és itt van. A fertőzést, ami egy baktériumszerű úgynevezett fitoplazma, az amerikai szőlőkabóca terjeszti. Maga a kabóca már régóta jelen van az országban. Kósa Béla növényvédelmi felügyelő elmondta, csapdázták már Miklósfa környékén is. Kárt akkor tud okozni, ha fertőzött ültetvényen táplálkozik, így terjesztheti tovább magát a fertőzést. Védekezni viszont lehet ellene. Rovarölőszeres permetezést kell csinálni. Szerencsére ez egy gazdanövés, vagy egy nemzedékes faj. Az azt jelenti, hogy május tojás alakba telel, május környékén kezd ennek a lárvák kelni. Szerencsére a lárvák nem terjesztik a betegséget, hanem a szivatásukkal veszik fel a kórokozót, és egy olyan 30-40 nap után válnak fertőzővé. Gyakorlatilag június közepét kell egy védekezést megcsinálni, és ezt meg kell ismételni 2-szer, és akkor eredményes lehet a védekezés. A szakemberrel készült teljes beszélgetést megnézhetik csütörtökön a Mi Portánk című magazin műsorunkban.